Azt javaslom, hogy mikrofon nem lévén, vagy nem lesz mikrofon, azt javaslom, hogy minél zártabb körben, minél közelebb húzódjon a társaság, jó, hogy ne kelljen kiabálni senkinek. Thank you.
Kedves jelenlévők, Radov Elbrehem professzor úrnak ismerősei, tisztelői, árvái, szeretettel köszöntöm a emlékezetére egybe gyülekezetet, a hivatalos megnyitást vállaló Iványi Gábor rektor úr helyett az ő kényszerű késése okán nekem kell röviden fölvezetnem az egybe gyülekezésünket. Majsai Tamás vagyok, közeli jó ismerője szintén, és arra gondoltam, hogy a váratlan szerepemet talán azzal tudom legjobban betölteni, ha idézek az ő emlékére is gondolva Szentírásból a Zsoltárok 10. a Példabeszédek 10. fejezetéből néhány válogatott és az ő személyére szelektáltan kivendő versből és versszakot. Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak a lelkét, áldások vannak az igaznak a fején, az igaznak emlékezete áldott, életnek útfeje az igaznak szája, az eszesek ajkain bölcsesség találtatik, a bölcsek kormányterejtetnek, az igaznak keresménye életre van, a bölcsesség megőrizőjének útja életre van, az igaznak ajkai sokakat legeltetnek, miképpen játék a bolondnak a bűnt cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Szeretettel köszöntöm, meggondolatok egyében, ismétlenül is önöket, és átadom a szót Nagy Péter Tibornak, aki az egybe gyülekezésünknek a technikai részeit szervezte, koordinálta eddig is, hogy megbeszéljük talán elsőképpen azt, hogy miként és milyen módon tartjuk meg az emlékezésnek az alkalmát liturgiai sorrendiségi szempontból. Kedves barátaim, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy inkább ilyen szubjektív emlékező szavakat szeretnének mondani, voltak, akik úgy gondolták, hogy előadással készülnek, voltak, akik filmmel. Úgyhogy, minthogy ebben az ügyben és ebben a helyzetben nyilván semmifajta más típusú korlátozásnak helye e tekintetben nincsen. Azt gondoltam, hogy én mindenkit arra kérnék, hogy 20 percig, 20 perc erejéig vegye hát igénybe a szólás lehetőségét, és hát ezzel a 20 perccel azt csináljon, amit akar. Azt gondolom, a szólásra jelentkezők száma alapján, hogy két blokkban leszünk, tehát először három-négy szólót hallgatnánk meg, utána tartanánk egy kis szünetet, optimális esetben addigra bizonyos kávét is, vagy át tudunk menni kávézni, vagy ide teremtünk kávét, ez egy másik kérdés, és utána a társaság másik felé. Most a szólásnak a sorrendjét azt írtam én azoknak, akik jelentkeztek, hogy határozza már az meg, hogy ki az, akinek közülünk külföldre, repülőgéphez, stb. Sietnie kell. Gondolom ezt a
hogy mondjam, viszmajor jelenséget elviselik a jelenlévők, tehát a szólás, az, hogy a szólás nem ABC-ben, vagy nem tudom én másban történik, annak kizárólag ez lesz az oka. Én úgy tudom, hogy neked kell ugye viszonylag hamar egy repülőgép irányába elszábuldanod, úgyhogy, és bizonyos értelemben a te műfajod a legspeciálisabb, egy film. Nem tudom, ennek a konvertálása elérte azt a szintet, hogy el tudjuk indítani. Egy perc is készen állt, akkor feltalálsz meg egy perc. Értem. Jó, akkor ha még egy 20 perc múlva kerül sorra, az jó? Hát az is jó, igen. Jó, akkor én azt kérem, hogy akkor elsőként én azt kérdem, hogy akkor Molnár Judit, nem tudom, tudnál-e kezdeni. Jó, akkor gyere, légy szíves. Ja igen, ilyenkor illő bejelenteni, hogy videófelvétel és ilyenek. Nem, videófelvétel készül. Már azon kívül, ami mindig nyilván mindig készül rólunk, de ahhoz sajnos nem férünk hozzá, pedig micsoda érték lenne ugye a szolgálatoknak a... ez lesz az? Mindjárt a villanyjal csinálunk valamit. Akkor bemutatkoznék, Molnár Judit vagyok a Szegedi Egyetemről, és hát amit el szeretnék mondani, abban majd szerepelni fogok több ponton is, hogy mi hogyan és milyen körülmények között találkoztunk Randyvel, amit majd a továbbiakban beszélni fogok. Nem tudom, hogy így hallatszik a hangom, vagy még hangosabban kellene, hogy beszéljek. No, én gondolkoztam azon, hogy mivel is kezdjem ezt a, nem is tudom, előadásomat, vagy a beszélgetésünket Randyről, és ugye elkezdtem először végig gondolni azt, hogy a tudományos pályafutása, hogy beszélhetnék arról, mennyi tanulmányt, könyvet írt, milyen fontos a főműve, a népirtás politikája, amely a 80-as években jelent meg először angolul, aztán magyarul is, vagy később 97-ben, illetve 2015-ben, második és harmadik kiadásban, hogy politológusként generációkat nevelt, tanított, történészként, számtalan fiatal tudóst indított el a pályáján, nemzetközi konferenciákat szervezett, a G&O Winter Foundation-nál segítségével támogatott rengeteg egyetemistát, akiket utána kutatásban, illetve publikációban is elindított, de utána arra gondoltam, hogy nem mert ezekről a szakmai dolgokról beszélnék, hanem sokkal inkább a személyes kapcsolatunkról, hogy mi hogyan ismertük meg egymást, hogy milyen élmények értek engem Randyvel a találkozásaink, illetve a beszélgetéseink során. De mielőtt erre térnék, azt meg kell mondanom, hogy én néhány napja Mérivel a párjával, aki tulajdonképpen elbúcsúztatta most Randyt, néhány éve éltek élettársi kapcsolatban, megkérdeztem, hogy ő üzene valamit nekünk erre a konferenciára. És küldött egy rövid levelet, és én ezt most szeretném felolvasni, ilyen, hát, kicsit mondjul a fordításban. Nagyon örülök, hogy megszervezték ezt a konferenciát, hogy emlékezzenek néhai társamra, akik a világ
akit a világ Randall Graham professzor emeritusként ismer, de a barátainak és ismerőseinek Randy volt. A nyilvánosság előtt Randy kimerítő részletességgel foglalkozott a magyarországi holokauszttal. Ugyanakkor magánemberként a holokauszról szóló írásait a szívre tartozó ügynek nevezte. A holokauszttal kapcsolatos műveinek és előadásainak bevételéből minden egyes fillért a Randolph Graham Alapítványnak adományozott a City University of New York Graduate Centerében, hogy abból a doktori disszertációjukon dolgozó hallgatókat támogassák. Randyvel az interneten ismerkedtem meg. Egy 1979-es becsületsértési perének az anyagát kutattam, amelyben ő volt az alperes. Ő nyert. Ezzel kapcsolatban kerestem meg. A konferencián, ahol beszámoltam a munkámról, minden egyes résztvevő tudott egy történetet arról, hogy Randy hogyan segített neki, vagy hogyan bíztatta. Randy lelkiismeretes alaposságát hagyta örökül a tudománynak, bőkezű nemes lelkűségét pedig azoknak, akik ismerték. Hát ezt üzente nekünk. Most az a bizonyos becsületsértési per, hogy mi is volt, szerintem többen tudjátok, hogy ez mi volt ez a per, de ha nem mindenki tudná, akkor azért azt elmondanám. Berend Béla, szigetvári főrabbi, a zsidó tanácsnak az egykori tagja 1944-ben volt az, aki a 70-es évek végén beperelte becsületsértési ügyben Randyt, és hát valóban ő, mint alperes nyerte meg ezt a pert, és hát kvázi most azt mondhatnám, hogy gyakorlatilag a magyar holokausztnak, Berend Bélának köszönhető, hogy Randy az utolsó éveiben megtalálta az ő napsugarát. Azért mondom így, hogy napsugarát, mert Méryről az utóbbi néhány évben az élettársáról, akivel találkozott és együtt élt, rendszeresen így beszélt, hogy a nevetést, a vidámságot hozta az életébe, tehát hogy ő, aki a szomorúságról, a holokauszról, a végső megoldásról írt egész életében, most egy kis vidámságot, egy kis napsugarat kapott Méritől. Na de akkor most nézzük a képeket, amiket elhoztam, meg azokat az élményeket, amikről szeretnék egy pár szót szólni. És hát vágjunk bizonyos értelemben rögtön a közepébe. Ez a 1945. januárjában készült Randyről, és ezt nem tudom, hogy hányan tudjátok, elnézést a tegeződésért, de többen tegeződő viszonyban vagyunk, hogy őt a barátai, az ismerősei Désen, tehát még a régi otthonában piciként emlegették, mert alacsony volt. És ő nekem akkor, amikor ezt a képet ideadta 2001. áprilisában, akkor így írta alá, hogy picitől, tehát hogy Juditnak picitől ez a kép. Igazából én azért kértem el, egyrészt azért, hogy legyen egy emlék róla, de nem csak ezért kértem el ezt a fotót, hanem akkor én már tudtam, hogy egy tanulmánykötetet fogunk szerkeszteni Karsai Lacival, azt hiszem ő is tudta, hogy fogjuk szerkeszteni ezt a kötetet. Tessék? Most nem tudta. De mert ott van előtte az a kötet, amit szerkesztettünk utána, a 80. születésnapjára. Egyébként Iványi Gáborék voltak az egyik fő támogatói ennek a kötetnek, tehát a Wesley Főiskola. És hát ebben a kötetben úgy gondoltam, hogy nem baj, hogyha van egy korai kép róla, meg hát van egy 80 éves korából való fénykép is. Tehát igazából volt egy ilyen hátsó szándék is bennem, amikor ezt a fotót elkértem tőle. És akkor van néhány 40-es években készült fénykép, amit itt most bemutatnék. Lehet, hogy egy részét ismeritek, ugye még Ábrahám Radovkén 42-ben készült ez a fotó róla. Aztán 43-ban, mielőtt munkaszolgálatra bevonultak a Dési fiúk, akkor egy néhány nappal korábban készült róluk ez a fotó, gondolom, vagy nem tudom, hogy felismeritek-e, tehát jobb szélen áll ő a hat fiú közül. És ezt, amit most Méritől kaptam, ezt a fényképet, ezzel, hogy ez amerikai egyenruhában, tehát amikor tolmácsolt a II. Világháború után az amerikaiaknak, akkor készült róla ez a fénykép. Na most akkor egy kicsit ugorjunk azért ezekhez a fotókhoz viszonyítva, hogy mi hogyan is ismerkedtünk meg Randyvel. 1991-ben írtam az egyik első tanulmányomat, ami a múlt és jövőben jelent meg, a délvidéki deportálással kapcsolatban, és ebben a tanulmányban
jó pár ponton az ő könyvének, tehát a népirtás politikájának a vonatkozó fejezetét megbíráltam, hogy hát bizony itt vannak tévedések ebben a fejezetben. És azt követően nem sokkal az ELTE-nek a Szerb utcai épületében ő tartott egy előadást, amire én elmentem. És az előadás után én, hát nem azt mondom, hogy angolosan, de hát távozni akartam, és Komoroczi tanár úr nincs itt sajnos. De mindesetre ő, aki a levezető elnök volt, az csak így integetett nekem, hogy Judit, gyere csak ide. És így mutatott be Rendinek, hogy na ő a Molnár Judit. És akkor úgy, ha mondom, jó, akkor mi lesz ebből itt? És ami a meglepetés volt az én számomra, és egy életre szóló élmény valahol, hogy azt mondta, hogy nagyon köszönöm a tanulmányát, sokat tanultam belőle. És azt kérem, hogy pályázom a G&O Winter Fundhoz, illetve mostantól kezdve tegeződjünk, én Rendi vagyok. Akkor, amikor én egy nagyon kezdő történész voltam. 97-ben már ugrok egy kicsit az időben, 97-ben pedig már arra kért, hogy immáron ennek a népirtás politikájának, tehát ennek a kötetnek a második kiadásában legyek az egyik szaklektor, vagy a másik szaklektor, mert Laci volt szerintem az egyik szaklektor, de mindesetre az egyik legyek én. Majd 2014-15-ben még a harmadik kiadásban újabb szaklektortársam volt Tibori Szabó Zoltánnak a személyében, de mindesetre gyakorlatilag a kötetén a továbbiakban együtt dolgoztunk. 97-ben volt még egy nagyon meghatározó élmény sorozatom gyakorlatilag Rendivel, egy 4 hónapos ösztöndíjban New Yorkban, az ő intézetében dolgoztam, illetve kutattam ösztöndíjasként, és hát közhelynek mondható talán, de tényleg nagyon sokat tanultam tőle. Azokban a hónapokban nem csak a bútorait mutatta meg, amiket ő a saját kezével készített a lakásában, hanem a lakáson belül a jegyzetelési módszereit, a kutatási módszerét, a céduláit is megmutatta, hogy ő hogyan dolgozik. Tehát gyakorlatilag példát mutatott abban, hogy hogyan kell tudományos munkákat készíteni, és példát mutatott abban, hogy hogyan kell az ifjabb generációkat segíteni, a leendő tudós emberkéket segíteni. És hát azt kell mondanom, hogy az intézetben dolgoztunk, ellenben ha otthon voltunk, akkor pedig sütöttünk, főztünk. És a kis kukta pedig Elizabeth a felesége volt, aki még kisebb volt nála, és őt kisegérnek is nevezték, és aki már járt az ő otthonukban, az tudja, hogy valami elképesztő mennyiségű kisegér van a lakásban, a házban, a pincétől gyakorlatilag a legfelső szintig, mert ilyen különböző kis ajándékocskákban ilyen egerecskéket, egerentyűket kapott Elizabeth. Hát amit ő én tőlem tért, hogy én kért, hogy én strapacskát főzzek neki, úgyhogy ezt kapott tőlem. Ő pedig szabadtűzön steaket sütött, illetve megtanította arra a saját receptje alapján, hogy padlizsánkrémet hogyan kell készíteni. Úgyhogy ezek voltak az én élményeim 97-ben. De akkor most haladjunk egy kicsit időrendben, és ugorjunk egy nagyobbat. Utaltam az előbb erre a bizonyos kötetre, ami Laci előtt van. A 2002-ben a 80. születésnapjára készítettük el ezt a kötetet 43 szerzővel. Hát én úgy látom, hogy többen is itt ülnek azok, akik szerzői voltak ennek a kötetnek, illetve szomorúan mondom azt, hogy azok a szerzők, akik szerepelnek ebben a kötetben, egy részük, hát tulajdonképpen már Rendivel együtt, lehet, hogy velünk, vagy azt gondolom, vagy úgy érzem, hogy itt vannak velünk, csak fölülről néznek ránk, hogy miről is beszélgetünk itt mi a mai napon. Aztán 2004-ben, ja itt ez az egyik kép, ami ott készült, illetve ezt a másik képet, azért több is készült, de ezt azért hoztam el, mert itt hát néhány ismerős azon túl, hogy Rendi ott van, ugye Gábor, Iványi Gábor is ott van, Karsai Laci is a jelenlévők közül, hát Tordai Péter nincsen, de ő van még. Egon Májert talán azért említeném meg, ő aki ül, mert ő hosszú éveken keresztül munkatársa volt a szomszéd szobában, irodában
dolgozott Egon New Yorkban, és nagyon nagy tisztetőlője, illetve barátja volt, és talán azt érdekességként zárójelben elmondom, hogy Egon mindig azt mondta, hogy ő a sajnos múlt időben kell beszélnem róla, mert már nincs közöttünk, hogy ő volt a legkisebb Kastner, a Kastner vonaton a legkisebb utas, tudnék, az édesanyjának a hasában volt, tehát akkor, amikor Svájcba elterkezett az édesanyja, néhány nappal utána született decemberben, már 1944 decemberében. Aztán időrendben, ugye 2004-ben közös szervezésben volt a 60. évfordulón, holokauszt 60. évfordulóján az Egyesült Államokban, meg itt Budapesten is egy konferencia, amit mondhatom azt, hogy közösen is, meg nem is szerveztünk, tehát ő New Yorkban, én, illetve többen, akik itt ülnek, itt Magyarországon, Pesten szerveztük a konferencián. Azon csak mosolyogtam, amikor arra intett engem, hogy csak akkor kezd el szervezni a konferenciát, ha minden pénzed megvan, és rátették már a számlára. Mondtam, hogy akkor nem lesz konferencia. Úgyhogy ezt én nem is vártam meg, sem csak ígéreteim voltak pénzre, a konferenciát megszerveztük, az akadémián ugye emlékeztek, egy háromnapos konferencia volt, aztán utólag valahogy megoldottuk azt is, hogy valóban ki legyen minden fizetve. A későbbi években azért volt egy kis vitánk is rendével, méghozzá a geográfiai enciklopédiával kapcsolatban. Ő szerette volna, hogyha minél hamarabb megjelenik ez a kötet, én meg azt mondtam neki, hogy hát még azért jó pár megyére vonatkozóan hiányosak az ismereteink, pontatlanok az ismereteink, inkább visszaemlékezések állnak rendelkezésünkre, mint az eredeti dokumentumok. Illetve én azt mondtam még, hogy én azt gondolom, hogy nem csak arról kellene szólni egy ilyen enciklopédiának, hogy hol mi történt, hanem jóval több szempontot is be kellene venni. Tehát egy nagyobb merítésű legyen ez az enciklopédia. És ő azt válaszolta erre, hogy az egyik érve az az volt akkor, tehát ilyen 2004-5 környékén, hogy nem akarja, hogy bekeretezve legyen a neve ezen a köteten. Tehát ez volt az egyik érve. A másik pedig, hogy majd összegyűlnek majd a dokumentumok, nem baj az, hogy vannak hibák benne, jelenjen ez meg, de ennek a kötetnek nem szabad úgy megjelennie, hogy az én nevem nincs benne, mint szerző. Aztán mégis úgy alakult, hogy a kötet megjelent, az ő neve nem bekeretezve volt ezen a köteten, az én nevem viszont szerzőként nem volt ebben a kötetben. Tehát itt egy pici, hogy mondjam, egy-két éves mosolyszünet volt közöttünk, ami nem jelenti azt, hogy nem kommunikáltunk egymással, csak nem olyan módon, mint az előző években, de azért azt éreztük mind a kettőnknek, hogy ez nem teheti tönkre a barátságunkat. És hát megint ugrok egy kicsit időben, 2014-ben, amikor a holokauszt 70. évfordulójára Szegeden szerveztük a nemzetközi konferenciát, akkor felkértem arra, hogy ő legyen a nyitó előadója ennek a konferenciának, és azonnal igent mondott erre. Igaz, hogy nem úgy, hogy személyesen jött el, hanem a YouTube-on keresztül üzent nekünk, hiszen haladt a korral, és hát meglehetősen kemény szavakat fogalmazott meg az akkori, meg hát jelenlegi kormánnyal kapcsolatban is, a horti rendszer tisztára mosása veszélyes napjaink vezető politikusai részéről, és hát még ezt mondhatnám, de hát nyilván most az egész előadását nem fogom itt ismertetni. De ez az év, tehát a 2014-es év ő számára rendkívül szomorú is volt, ugyanis az évben veszítette a feleségét, Elizabethet, akivel közel 60 éven keresztül éltek együtt. Nagyon beteg, hosszú éveken tartó betegsége volt Elizabethnek. Ez az egyik utolsó fotó, ami készült róluk még 2013-ban. Egyrészt az évfordulójukat ünnepelve, másrészt rendjének a szabadság napját ünnepelve. És hát ebben az évben kezdtünk el együtt dolgozni a népirtás politikája a harmadik kiadásán, és itt most visszakerestem azokat az e-maileket, amelyekben időnként azt mondta, hogy Judit, már megint egy kicsit késel a bírálatoddal, táncolsz vagy kifogyott a zöld tintád? Tehát zölddel molnározd már be a szövegeket. Ezt az a kezdjük, hogy táncolok, ez ma hosszú éveken keresztül, 2000-től kezdve
mindig azt kérdezte, hogy na, táncolsz vagy nem táncolsz, vagy mikor táncolsz, mikor táncolunk. Tudni, volt egy elnézést, egy bütyök lábműtétem, ami azzal járt, hogy gipszben is volt a lábam, és hát ebből következően mindig utána ezt követően ezt kérdezte, hogy akkor most már táncolok-e. A zöld tinta pedig, hát én mindig is a dolgozatokat, az egyetemi hallgatók dolgozatait is mindig zölddel szoktam javítani, és így lestoppoltam ezt a színt ennek a kötetnek a szerkesztésénél is, és hát ilyen módon a zöldet kellett, hogy használjam a továbbiakban. Megint egy picit, vagy hát nem annyira nagyot ugrom, mert ugye a következő évekről is már nincsen túl sok év, amikor volt alkalmunk találkozni, de mindesetre az utóbbi években, gyakorlatilag minden évben találkoztunk. Tényleg nagy szeretettel mondta, hogy a Brehem Hotel mindig rendelkezésemre áll, és a következő évben, tehát 2015-ben, amikor eljött elém a szokott metró megállónkhoz, ami a mailbox volt, ez volt a jelszavunk, hogy mailbox, tudnélék, egy postaláda volt az, ahol jól meg tudott állni a kocsival, és ott várt mindig. De tehát amikor a mailboxnál találkoztunk, beszálltam a kocsiban, és azt mondta, hogy hát mielőtt hazaérünk, el kell mondania, hogy két nő is van a házban. Úristen, a hotelből egy három lett, hogy mi történt. És azt mondja, hogy nem, az egyik a bejáró nő, de a másik a barátnő. És hát elmesélte a megismerkedésüknek a történetét, de hát most időhiány van, tehát ennek a részleteiről nem beszélnék, hogy ők hogyan, milyen körülmények között ismerkedtek meg. De hát ekkor ismertem meg Mérit, és hát itt az egyik fotót ezzel a szöveggel küldte el nekem, már később. Tehát én azt láttam rajta, hogy akkor, amikor Elizabeth meghalt, akkor egy végtelen szomorúság volt benne, és akkor, amikor egy néhány hónappal, körülbelül egy évvel később találkozott Mérivel, akkor itt teljesen kivirágzott, és örökké mosolygott, és vidám volt, tehát ezen a képen is látjuk. És hát itt akkor 2015-ben készítettem egy pár fotót róla a dolgozószobájában, vagy hát ez a nappalija és a dolgozója együtt tulajdonképpen, ez a egyik bejárat a házuknak, illetve hát szelfiznek a szerelmesek, és ezt elküldték akkor, amikor készült ez a kép. És most nem emlékszem pontosan, hogy mi is. Igen, tehát ez a 2015-ös képek voltak. Aztán 2016-ban újra találkoztunk ebben az évben, és hát nem véletlenül, ez nem a bejárónő a másik hölgy, hanem Mérinek a testvére. És azért ilyen csinosak és elegánsak, mert Deák Istvánnak, másik barátomnak, barátunknak a 90. születésnapja volt ebben az évben, 2016-ban. És oda készültünk éppen, és akkor készítettem ezt a fotót róluk. És hát amikor a beszédét mondta egyébként Rendi Istvánnak, akkor azt mondta, hogy na, üdvözöllek a 90-esek klubjában. Hát ez a 16-os év, aztán 2017-ben úgy döntött, hogy bár már nem akar többet Európába jönni, pláne Magyarországra és Romániába jönni, de mégiscsak megmutatja Mérinek a szülőhazáját, illetve Budapestet, a fővárost, és hát itt azt hiszem, ezt már többen emlékeztek rá, mert nem olyan túl rég volt. 2017-ben a Goldmark-teremben volt ez a bizonyos díjátadás, amit a Szegedi Tudományi Egyetem Állam és Jogtudományi Kara, ami a legnívósabb díja az egyetemnek, amit átadtunk, és hát ott több köszöntő is elhangzott, például Kovács Mária részéről is ezen a beszélgetésen tulajdonképpen. És akkor utána másnap azért mi Lacival egy kicsit megdolgoztattuk a Lábú Caféban, illetve hát dolgozott, mesélt folyamatosan, Laci meg szintén dolgozott, mert jegyzettelt elképesztő mennyiségűt. Azt lehet, hogy aztán az meg is jelent a... Hol jelent meg? Népszavában. Igen, ott jelent meg utána. És a 2018-as évhez jutottunk, az utolsó gondolatokat mondanám már el ebből az évből. Idén nyáron
amikor meglátogattam őket, akkor nem tudom, hogy miért jött ez az ötlet, hogy lefotózzam a házát, mert soha korábban nem jutott ez eszembe, de ezt most megtettem. Hát akik már jártatok ott, akkor ismeritek, tehát a legalsó szintjén az épületnek a műhelye volt, gyakor az asztalos műhelye, meg a könyvei iratainak az írhatlan mennyisége, az alsó szinten a konyha, a dolgozó, a nappali, a következő szinten a hálószobák, és a legfelső szint Zoli, az a mi részlegünk volt. Tudni élik, mi rendszeresen ott laktunk, de soha nem együtt, tehát egyáltalán aludtunk, de nem egyszerre ebben a házban. És hát természetesen most is kaptam sztéket tőle, énekelt, verseket mondott, mailbox volt, tehát rendszeresen hozott vitt. És hát itt most szó szerint fogom őt idézni, hogy rendkívül büszke volt arra, hogy, és hát joggal, hogy ő mindig vezet, még mindig vezet, egy hatalmas kocsija volt, nagyon pici garázsal, és a szószoros értelemben ilyen 1-2 centi mindkét oldalon, hogy be tudjon állni ebbe a garázsba. És tökéletesen beállt, egy elképesztő szűk helyen lehetett kitolatni, beállni az egész utat, tehát tényleg baromi nehéz volt. Mindenesetre ő ezt valóban minden alkalommal megtette. Mondd meg az agyádnak, hogy a vén szar még mindig vezet. Még mindig beáll a garázsba, még mindig ad neked enni, és így tovább, tehát és ezeket sorolt, és ezt minden nap eljátszottuk egyszer-kétszer. És utána a steak, amikor sütében. Az utolsó napon, amikor együtt voltunk, akkor kértem, hogy menjünk ki a temetőbe, az Elizabethnek a sírjához szerettem volna kimenni, és kifejezett kérése volt, hogy fényképezzem itt le. És látjátok, hogy ő mosolyogtál és mutat magára, illetve a sírja, hogy na itt leszek majd a föld alatt. És ezt kérte, tehát ő beállt direkt ebbe a pozitúrába, hogy akkor itt ezt én készítsen el róla ezt a képet. De egyikünk sem gondolta, hogy ez ilyen gyorsan fog bekövetkezni, hiszen látjátok, ezt 19-én készítettem ezt a képet róla. És utána még október közepén is arról leveleztünk, hogy a tanulmányok a holokausztról sorozatban most készül a 10. kötet, de lesz még 11., talán 12. kötet is lesz, hogy kik azok a fiataloknak, akiknek az írásait még várhatjuk ebbe a sorozatba. És utána november 7-én hívott föl egy iszonyú gyenge hangon, gondolom többen is beszéltetek vele ebben az időben, november első napjaiban, hogy hát szó szerint ő ezt mondta, hogy na tudom, miben fogok elpatkolni. És hogy körülbelül talán 3 heten van. És hát tulajdonképpen gyakorlatilag megjósolta azt, hogy tehát ahogy mindent elrendezett maga körül mindig, még azt is, hogy hogyan legyen hogyan fog bekövetkezni a halála, és hogyan fog megtörténni a temetése, és ezt is gyakorlatilag kérés formában megfogalmazta. És nem tudom, Alexa itt van, Smol Alexa? Na mindesetre Alexa tudna mesélni arról, hogy tényleg az utolsó pillanatig, amíg még tudott beszélni, írni. Időcske. Igen, már a végén vagyok. Beszélni és írni, az utolsó pillanatig dolgozott. Abban reménykedtem még, hogy december elején tudunk találkozni, mert Torontóban voltam és átmentem, de akkor már nem tudott megvárni, hiszen november 25-én elment, de azt akkor még utolsó gondolatként mondanám, hogy neki az volt a kérése kifejezetten, hogy csendben temessék el, semmiféle ceremónia ne legyen a temetésén, ellenben majd utólag legyen, akár a születésnapján egy nagy, igazi, vidám, parti, buli, és csak a jóra is szépre emlékezzenek, és ez december 21-én volt, közel 80-an vettek részt ezen a rendezvényen, és valóban itt ettek, ittak, mulattak, kocítottak rá New Yorkban. És akkor itt az utolsó kép, amit még készítettem róla. Hát én mondjuk, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kicsit elhasználta azt az időt is, ami potenciálisan beszélgetésre szállt, hogy most nem nyitnánk beszélgetést erről, amit ő mondott, viszont akkor film. Igen. Jövök.
bemutatottad a szerzőt, nem? Bemutatkozik szerintem. Magam. Szóval én is egy ilyen személyes beszéddel készültem. Hernádi Omi vagyok, a The New School New York-i dokumentumfilmes képzésén tanulok szeptember óta, és személyes jó barátja Hernádi Miklós, ugye édesapám, fiaként kerestem fel őt szeptemberben, és kezdtem el filmezni a mindennapjait. Az általa alapított Holokauszt Intézet megszüntetésével és az egyetemi irodájába való kiköltözéssel Kései nyugdíjazására készült. Én amit megtudtam, megtettem a holokauszt emlékének fenntartásáért, mondta, látszólag készen állva a visszavonulásra. Pontosan ez a két jelenség érdekelt, mit kezd magával valaki ennyi év kitartó munkája után, illetve mennyire tud fennmaradni a holokauszt emlékezete. Rendkívül büszke volt, hogy tekintélyes kora ellenére mennyire fitten és betegségek nélkül éli mindennapjait. A 2017. októberi Mazsihíd Székház dísztermében tartott utolsó magyarországi beszéd előtt, amiről a képet is láttunk. Jó 20 évig nem találkoztunk. Úgyhogy szeptemberben izgulva vártam az egyetem előtt, hogy majd kisegítem a taxiból és felkísérem a szobájába. De kiderült, hogy már rég ott várt, és amúgy is a korát meghozottóval a híresen pocsék New York-i metróval közlekedik. Rutinszerűen használta a tömegközlekedés, kisebb távokat vezetett is, és a háztartásban is fürgént üsténkedett. Nem beszélve rendis humoráról és kiváló emlékező képességéről, ami semmit sem kopott. Mindezek miatt teljesen váratlanul ért a halála. Előtte már forgattunk egy 4-5 napot, különböző 2-3 hónap alatt. Ugye a november 14-i leköszönő beszédet le kellett mondja, de telefonon beszéltünk, és éreztem is a hangján, hogy nincs jól, de mégis azt reméltem, hogy csak múló rosszul létről van szó. Hiszem, hogy nagy részben lelki okok vezettek oda, hogy ilyen hirtelen és pont a leköszönés előtt pár nappal lett rosszul. Élete értelme a holokauszt intézet bezárásával úgy érezhette, hogy az ő küldetése is lejárt. Rendkívüli életművet és emléket hagyott hátra, és megtisztelő, hogy időt tölthettem vele a élete utolsó pár hónapjában. És engedjék meg, hogy bemutassak egy pár percet a készülő filmből. És akkor reméljük, hogy az előző verzió nem annyira működött, reméljük, hogy ez jó lesz. Esetleg a lámpákat le lehet kapcsolni? Hogy még lejjebb. Felső. Vagy még lámpább. Hoppá, igen, bocsánat. Szuper, köszönöm szépen. Okay, get you ready. My name is Emil Schiel, Le Dîner et Servi. Oui. Thank you.
with shoes almost gone, tied up with strings, and we were driven day and night westward on the side road, not on the main road for the army. And while marching, I realize it's possible to dream, daydream, defecate, like animals, just go, otherwise you'll be shot by the sudden. So, until I fell asleep, we would sing the following song. Alo Kochi, are you filming me? You can film this. Alo Kochi Keres, be kisangyalom gyerebe, én ezt így nem bírom tovább, kutyámból nem lesz szalonna, nem leszek egy asszony bolondja. Áll a kocsi keresve, kisangyalom, gyere be, én ezt így nem bírom tovább. Repeat. And I would sleep walking, I would dream walking, everything was on day. The resilience of the human body, really unbelievable. The will to survive, right? The survival instinct. Before we were liberated, the five of us who were together, we took a solemn oath. Never ever leave the house without a piece of bread in your pocket. Even to the bathroom would take a vehicle. When I was in my 70s, my wife Elizabeth and I decided to do something about the grave. My children wanted for us to be buried for the sake of the grandchildren. So, since the father, uncle, sister of Elizabeth, I'm buried right here a few yards away. And we went to the office, we went to the place next that was sold out, one of the oldest sections in the cemetery. And while we were talking, somebody in the background said, by all what luck, somebody just gave up a plot because they were moving to California. Whatever the price, I bought it. It was over $6,000. And I also said sarcastically, it's at the edge, when the Messiah comes, I'll be the first one to jump out. Okay. Magyarországról fogok kommunikálni, és
és összehozom belőle valamit. Jó, szépen részlet volt belőle. Köszönöm. Köszönjük szépen! Igen, köszönöm szépen, akkor azt hiszem, hogy téged illette meg a szóval a távolság után. Elsősorban szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy erre a megemlékezésre meghívtak és nem felejtettek ki. Amit ma itt Lehen professzorról szeretnék elmondani, az inkább Erdélyhez és az ő erdélyiségéhez kapcsolható, tehát egy személyes és szubjektív képet szeretném felrajzolni, kérem valamennyiüket, hogy ekképpen értelmezzék. Amint azt Judit elmondta, Brehm professzor Ábrahám Adolfként született Bukarestben, ahol a családja megélhetési gondok okán töltött rövid időt, de gyermekkorát és fiatalságának jelentős részét az erdélyi Désen, illetve az ahhoz közeli Mikeházán és Páncércsehen töltöttem. Szüleit, a Mikeházáról származó édesapját, illetve a páncércsehi gyökerű édesanyját Auschwitzban gyilkolták meg. Valamennyien szegény erdélyi zsidó családok sorsát élték. Az Ábrahámék jó szellemi képességű fiúgyermeke Désen jár, elemi zsidó, illetve később magyar általános és aztán román középfokú iskolába, és édesapja unszolására tanulta ki a műbútor asztalos szakmát, amelyről Judit is említést tett, és amelynek később Amerikában is hasznát vette. Désen a család több rendkívül szerény életkörülményt biztosító épületben bérelt sorozatosan lakást azokban az években, de a létfeltételek a falun élő nagyszülők házaiban sem voltak sokkal jobbak. Ezt magam is személyesen megtapasztaltam, amikor ezekre a helyekre több ízben visszalátogatva őt elkísértem. Ebből a fiatal Ábrahám pici egyetlen kitörési lehetőségét